tanfolyamot megelőző ingyenes előadásokon is mindig kivetítem, hogy a betegségünknek a kialakulásának három alapvető oka van. És a fizikai tényezőket felsorolom és tovább lépek, de ma este erről egy kicsit részletesebben kell beszélnünk, mert a körülmények erre rákényszerítenek. Ugye van egy toxikus világunk, remélem ezzel mindenki tisztában van, és az, amit megeszünk, az nem biztos, hogy táplálék, mondhatnám azt, hogy eladandó áru. És ezek a környezeti mérgek azért igencsak keményen képesek befolyásolni az egészségünket. És a jelenlegi legkényesebb kérdés pontosan a grafénoxid, ami, mint tudjuk, benne van ezekbe az úgynevezett oltásokba, amit senki se nevez védőoltásnak, mert nem véd semmitől sem. Hogy az információimat honnan szedtem, nemzetihírháló.hu weblapról, és információt megosztom azzal, hogy az előadás végén a chatmezőbe be fogom tenni azt a linket, amin a további részletek elérhetők a grafénoxiddal kapcsolatosan. De mi is ez a grafénoxid? Ez a grafénnak az oxidált formája, egy egyetlen atomrétegű anyag, amelyet a grafit oxidációja okoz. Na most a grafén maga a valaha legismertebb, legvékonyabb, egy atom vastagságú vegyület, és egyben a legerősebb is, könnyű, rugalmas átlátszó, valamint nagyon jó vezető, mind elektromosan, mind pedig termikusan. Tehát hővezető és elektromos vezető egyben. Egyik fő előnye, hogy vízben diszpergálható, és ez lehetővé teszi oldatalapú folyamatokban való felhasználását. De hát vannak ennek érdekes hatásai az egészségünkre, és érdemes megjegyezni, hogy a Moderna az mRNA-s injekció megalkotója a technológiáját operációs rendszerként írta le, amely bármikor frissíthető és átprogramozható. Ez valamit sejtett, remélem, mindenkiben. És a lényeg az, hogy képes olvasni idézőjelben, ugye, egy személy agyát, kimutatni bizonyos neurológiai mintákat, és irányítani az adott személy idegsejtjeit az agy működésének megváltoztatásával. Na most nehogy azt higgyük, hogy itten ezt éppenséggel fél éve vagy egy éve találták ki. A DNA hidrogél technológiát a grafén oxidot használó összeszerelési rendszerek technológiáját biológiailag tesztelik, tessenek kapaszkodni legalább 2 évtizede. Nos, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy miről is van itt szó. A tanulmány azt az állítást tartalmaz, hogy az AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna, a Sinovac, a Janssen és a Johnson & Johnson injekcióinak minden fő formulája jelentős mennyiségű grafénoxid nanorészecskét tartalmaz, a teljes térfogat 99,2%-áig. Ezen kívül bizonyítékok vannak arra, hogy a grafénoxid felelős a COVID-19 járványért. Ez összhangban áll a kutatók állításával, miszerint a koronavírus 19 vírus a mai napig nem izolálták, és hogy a grafénoxid toxicitása, mérgezése ugyanazokkal a tünetekkel jár, mint a súlyos COVID-19. Akkor nézzük meg, hogy a szervezetre kerülő grafén milyen tüneteket okoz. Hát kérem szépen, a trombus képződésről, vagyis a vérőképződésről mindenki hallott, meg hogy felhalmozódik a tüdőben, a tüdő léghólyagocskákban, károsítja a DNS-t, erős mágneses tulajdonsága van, a grafén nanorészecskék átjutnak a levegő vérgáton, és megmarad a tüdőben, de bejut májba, csontvelőbe, stb. Genotoxikus anyag is, mert ugye a DNS károsodáshoz vezet, és a
hozzáfér, mondjam úgy, hogy mélyebb szervekhez, vagyis át tud menni biológiai gátokon, mint amilyen a vérlevegőgát, a vérheregát, a véragygát és a placenta. Na most akkor miért tervezték meg ezeket a hát potenciálisan igencsak káros anyagokat a védőgátak átlépésére? Vajon erről Karikó Katalin nem tudott? Jó kérdés, ugye? A grafén nanorészecskék nem csak a COVID-19 injekciós üvegben találhatók, hanem a PCR tesztekben, az antigén vizsgálatokhoz használt maszkokban és tamponokban ugyancsak megtalálhatók. Állatkísérletekkel igazolták, hogy a főemlős állatoknál anafilaxiás halált okoz a grafénoxid, lerakódik a tüdőben, és a nagy dózisú grafénoxid szív problémákat okozhat. Az embrió fejlődés során is, ne felejtjük, hogy már a várandósokat is kezdik rábeszélni arra, hogy mindenképpen oltassák magukat. Na, ennyi rémisztő hír után azért jöjjenek a jó hírek, mert a természetes emberi enzimek biológiailag lebontják a grafént. No, mit kell ehhez tenni? Ugye tudjuk, hogy a szervezetünk olyan elképesztő természetes védekező képességgel rendelkezik, ami képes a szervezetünket megtisztítani a mérgező anyagoktól, méregteleníteni, és mindezt akkor tudja megcsinálni, ha nem túlterhelt. És itt akkor jön egy nagy-nagy felkiáltó jel, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a védekező rendszerünket, amit immunrendszernek neveznek, hogy ezt megtámogassuk annak érdekében, hogy mondjuk, akinek már van grafén a szervezetében, azt le tudja bontani. Mert ugye a grafénoxidot méretteleníteni kell, létfontosságú, hogy megakadályozzuk, hogy kárt legyen a szervezetben, és hogy jelentős felhalmozódás következzék be az ismétlő vakcinák miatt. Szóval három antioxidáns kulcs szerepet játszik a grafénoxid eltávolításában, ahogy látható ezen a fólián. Ebből az egyik az N-acetilcisztein, a másik a glutatión, a harmadik pedig a dimetilglicin. Nos, kérem szépen, az N-acetil cisztein tessenek kapaszkodni, egy egészen régen ismert anyag. Egy nagyon-nagyon régen ismert anyagról beszélünk, ami a gyógyászatban a köptető szerepet tölt be. Ilyen az ambroxol, a bromhexin, a karbocisztein és az N-acetil cisztein. Ezek mind ebbe a csoportba tartozó, nagyon jó, nagyon hatékony köptető szerek, és ezért a légúti betegségekben hát használják is, hát recept nélkül kapható gyógyszerekről beszéltek. Na most biztonságosan alkalmazható, erről tudunk már az eltelt 57 év alatt, ez bebizonyosodott, hogy milyen hatása van ennek a szernek, és a lényeg az, hogy az elmúlt évek során kiderültek újabb, eddig nem ismert hatások az N-acetil ciszteinről, és ez az egyik legfontosabb hatása az, hogy antioxidásként ismert vegyületnek, a glutationnak a szintjét képes emelni. Tehát az N-acetil ciszteinnek az a szerepe, hogy a glutation a valódi antioxidásnak a mennyiségét tudja a szervezetünkben növelni, a megfelelő glutatión szint biztosítása révén védhető ki az az oxidatív stressz, aminek a szervezetünket kiteszik ezek a nem kívánatos dolgok. Most amennyiben az oxidatív stressz áll mondjuk egy terméketlenség háttere mögött, tehát azért lép fel az infertilitás, mert oxidatív stressz miatt nem működnek ivar mirigyek, akkor az N-acetil cisztein adása kedvezően befolyásolja a fertilitást, ugyancsak hozzájárulhat különféle mentális állapotoknak a kezeléséhez, ezek orvosi megfigyelések, azért van a feltételes mód, ugye, ezeknek nem én néztem utána,
hanem a medicinában néztek utána, de bizonyítottan jól viselkedik az N-acetilcisztein megvonási tünetek enyhítésében, legyen szó akár kokainról, marihuánáról, vagy éppenséggel nikotin függő személyeknek a leszoktatásáról, és hozzájárul az inzulin rezisztens állapot javításához is, mert ugye a vércukorszint stabilitását is képes befolyásolni, és a cikk, amiből ezt mind idéztem, itt több irodalmi forrást jelöl meg, a Pharma Tribune-nak a cikkét idéztem per pillanat. Szóval azt szerettem volna rögtön az első fóliával közölni mindenkinek a jó hírt elsősorban, hogy csak azért is egészség a programunk továbbra is. Van lehetőségünk arra, hogy akiben már bejutott ez a grafénoxid, hogy azt kitakarítsa, de akinek nincs a szervezetében, és csupán az immunrendszerét szeretné a védekező képességét fenntartani, hát az ismeri ezt a finom alkalkészítményt, amit én most már több mint 10 éve fogyasztok. Köszönöm szépen, jól vagyok. És mindenkinek ajánlom azért, hogy ne feledkezzünk el a tiszta víz fogalmáról. Ezekről a weblapon mind lehet tájékozódni, hogy mi az a fordított ozmózissal elkészített víz, vagy hidrogénezett víz. Ebből mi ez a kapszula, amit itt az előbb megmutattam, ugye ezt meg tudjuk nézni, kérem szépen a weblapon is, mert egy régi webkonferencia anyagot behoztam, betettem, hogy mindenki lássa, hogy a táplálkozás és germán gyógytudomány kapcsolatában milyen algák azok, amelyek tisztítanak, táplálnak és védenek minket. Tehát ezek alapvető dolgok, de akinek már bent van a szervezetében ez a drága grafénoxid, annak a fólián található anyagokat tudom ajánlani. Ugye itt a lényeg a glutationnak a hatása lesz. Ezeket, ha beírjuk a keresőbe, mindenki megtalálja a megfelelő, hát számára megfelelő anyagot, amivel ezt meg lehet oldani. Tehát akkor remélem, hogy nem éri szó a ház elejét se végét, a fizikai szintet olyan szinten kiveséztük, mint még soha. Mely lépjünk tovább, mert nem elegendő a fizikai szinttel foglalkozni, mert ha mi félelemben élünk, akkor bizony aktiváljuk a biológiai rendszernek a túlélő programjait, és ezek a biológiai konfliktusok, amelyeket mi stresszként élünk meg, ezek az agy közvetítésével fognak szervi elváltozást indítani, nos, ezzel foglalkozik a germán gyógytudomány. Most a lényege ennek a stresszes állapotnak a félelem. És minden félelmünknek az alapja a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Nincs más. Bármi, ha bosszankodok, akkor is, ha visszaviszem a kérdést, akkor megint itt vagyok. Ha magányosnak érzem magam, megint attól félek, hogyha egyedül vagyok, meghalok. Ha féltem az unokámat, akkor félek a faj kipusztulásától. Tehát mindig ez a lényege az egésznek, hogy megértsük a biológiai rendszerek működését, és erre majd még részletesebben kitérek. És jön a C pont, az önsorsrontó hiedelme. Én kérem szépen, ez legalább olyan fontos, mint az előző kettő együtt. Mert itt vannak azok az akadályok, amelyeket mi magunknak állítunk, annak érdekében, hogy nehogy megismerjük az igazságot. Tehát ahogy önmagamra és a világra gondolok, ez kérem szépen a tanult ismereteink alapján történik meg. De mi lenne, ha a tanult ismereteinket felülvizsgálnánk?
és rájönnénk, hogy imitamot egy kicsit átvertek minket, nem fél igazságokat mondtak el, és a fél igazság az hazugság, tehát valami vagy igaz, vagy nem igaz. Fél igazság nincs, csak a hazugságot tudjuk ilyen szépen másképpen nevezni. Ameddig tehát nem ismerjük fel azt, hogy az eddigi ismereteink valahol billegnek, addig a tévhiteinknek leszünk az áldozatai. Tessenek megnézni a kötpiszkálókat, milyen dolgokat állítanak, fogalkörömmel ragaszkodnak ahhoz a tudáshoz, amit az egyetemen, ex katedrán elmondtak, és számukra az az egyetlen valós dolog, és kérem szépen neki nem mondja senki azt, hogy pont, pont, pont. Szóval én nem akarok senkit meggyőzni, én azt gondolom, hogy mindaz, amit a továbbiakban elmondok, bárki ellenőrizheti, és a saját tapasztalata lesz az, ami meggyőzi őt magát arról, hogy amiről beszélek, a germán gyógytudományról, az tényleg egy működő rendszer. Na most Albert Einsteinnak a szavait idéztem itt, nem véletlenül, hogy az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra is várni, hogy az eredmény más legyen. Most kérem szépen ezen el gondolkodni. Ezen el lehet gondolkodni, vagyis ameddig nem változtatok a hozzáállásomon, az önmagamhoz és a világhoz való hozzáállásomon, addig ne várjam azt, hogy valami meg fog változni. És ez vonatkozik azokra is, akik már végeztek tanfolyamot. Ha nem követte a változás, a tanfolyam elvégeztét, akkor kérem szépen maradt mindenki ott, ahol volt. Hiába volt tanfolyamon, tudományosan szenved tovább. És nem egy ilyen eset van. És azt hiszük, hogy ha okosak vagyunk, akkor meggyógyulunk. Nem kérem szépen, a gyógyuláshoz nem ész kell. Mi kellene a gyógyuláshoz? Mindjárt bemutatom. Tisztázzuk tehát, hogy nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe a hiánybetegségek, mert ugye, ha valamiből nem eszünk eleget, akkor azt jelenti, hogy abból hiányom lesz. Az egyoldalú táplálkozásra felhívnám a figyelmet, hogy nem egészséges dolog. Egyoldalúan táplálkozni, mert ez másod következményként hiánybetegségekhoz vezetni. Hát a mérgezéseket azt rendesen kiveséztük, a balesetek azok nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, de a baleset következményei azok már, ha érzelmi megrázkódtatásról van szó, azok már igen. Találkoztam olyan ember, aki 28 éve szenvedett el egy balesetet, és még mindig ott megállt, ott kattog a lemezjátszón a tű, és még onnan nem tudott tovább lépni. Hát a műhibákat nem akarom kommentálni. A műhiba az műhiba, azt kell kijavítsa, aki elkövette, és ne feledjük azt, hogy a sugárzások, azok nem a biológiát megtámogató rezgések. Remélem mindenki tisztában van vele, hogy az egész világegyetem rezgésekből áll. A rezgéseknek a 4%-át vagyunk képesek látni a két kis szemünkkel. 400-tól 700 nanométerig látjuk ezt a világot. 96%-ot nem látunk belőle. Na most a lényeg pont abban a 96%-ban rejlik, és a megoldás is ott rejlik, mert szintén Einstein mondta, hogy egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, amely szinten keletkezett, csak magasabb szinten. Ha valóban megoldásról akarunk beszélni, és hát egyéb környezeti tényezők ide, a chemtrailektől mindenféle egyéb dolog bejön. Nos, Hammer doktor mondatát láthatjuk a weblapon, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát nem elég a józanész, nem elég okosnak lenni, ha nincsen ott a szívünk, akkor kérem szépen nem fogok tudni érzelmileg valamit megoldani. Márpedig itt a megoldás, mert arról is lesz szó, mindig érzelmileg kell megtörténjen. A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, de ezt a mondatot valahogy nem veszik észre a levélírók. Naponta érkeznek levelek, hogy édesanyám, édesapám, jó barátom, ismerősöm, stb. Helyet.
Ki fogja tudni leírni azt, hogy az édesanyjának vagy az édesapjának mi a belső megélése? Azt látja, hogy szenved, azt látja, hogy beteg, de csak ő tudja leírni, hogy mi a problémája. És ha megengednénk, hogy anyuka írja le a levelet, akkor a szóhasználatából már nagyon sok mindenre rá is tudnék jönni. A germán gyógytudomány dr. Rike Gerd Hamernek, Hamer munkásságának köszönhető. Ez a csodálatos ember az, aki én nem tudom milyen erővel és tehetséggel volt megáldva, de valami olyat tett le az asztalra, ami teljesen helyére tette az eddigi orvosi gondolkodást. Sőt, nem csak az orvoslásra vonatkozik mindaz, amit ő leírt, hanem az egész biológiára. A biologos azt jelenti, hogy az élet tudománya. Tehát minden, ami él, az élni akar. Ugye ezzel egyetértünk. Minden élő lénynek ez a fő programja, hogy túléljen és a fajt fenntartsa. Nos, Hamer doktor 5 biológiai természettörvényt írt le nekünk. Az apropója viszont egy tragédia. Az itt látható 19 éves fia, Dirk Hamer, a karjai közt halt meg, miután az olasz trónörökös, tök részegen, ezt a 19 éves fiút két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette. A légynek sem ártott, még a szúnyognak sem ártott ez a fiatalember, mert aludt egy csónakban, Kávaló sziget kikötőjében. A részleteket mind megtudjuk a Hamer doktor életéről és munkásságáról szóló előadásból. Nem akarok itt jobban belemászni ezekbe a dolgokba. Amit tudnunk kell, hogy miután ez a fiú meghal az apja karjai között, Hamer doktornak heredaganatot diagnosztizálnak, és belemegy, tehát itt van, hogy hererákja lesz, belemegy a here amputációba, vagyis a műtétbe, nem kap, nem vállal be se kemó, se sugárkezelést, és mondok egy kellemetlen hírt, kérem szépen. Pokoli kínok következnek, itt van, Hamer doktor szó szerint leírja. És kevesebb, mint 1%, itt van, kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adtak neki a kollégák, mondván, hogy a hasa teli van áttétekkel. És akkor gondoljuk el, hogy milyen szenvedésekkel ment át Hamer doktor, de meggyógyul. Teljes mértékben felépül, és amikor visszaáll dolgozni, mint belgyógyász főorvos, München melletti ráklinikán kezd el dolgozni, és mint gyógyult daganatos beteg. Hát megkérdezi az ott fekvő pacienst, hogy és drága hölgyem, az ön életében, amielőtt létrejött ez a daganat, nem volt véletlenül egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatása, ami hirtelen, váratlanul lepte meg önt, és nem tudott ebből kimászni, benne maradt a konfliktusba, mert magányosan, elszigetelten élte meg mindazt, amit megélt. És kérem szépen, a válasz mindig igen volt. Mindig igen volt. Hamer doktor német precizitással összegyűjtött a élete során több mint 40 vagy 50 ezer esettörténetet, tehát gazdagon volna miben turkálni, volna miből tanulni, hogyha az ő felfedezése után az orvostudomány az ő gondolkodását vette volna át. Mi a lényege ennek a gondolkodásnak? Hogy mindig egy lelki megrázkódtatás az, ami az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Kivéve azok a dolgok, amikre már utaltam, hogy azok nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Itt a lélek csupa nagybetűvel van írva, de itt nem erről a nagybetűs lélekről beszélünk. Aki létrehozta a biológiai testet, apu meg anyunak a örökítő anyagából, hanem a magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélek, amikor elkap engem egy nagy érzelmi vihar, aminek a lényege micsoda, a félelem. Ez itt a lényeg, hogy félelem. És ez, mint már említettem, ez mindig egy biológiai félelem, és ezért beszélünk biológiai konfliktusról,
mert a háttérben a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem áll. Most ez a félelem az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Lélek, agy, szerv, tengely, ez egy fantasztikus rendszer, mert ha az egyiket tudom belőle, a másik kettőt már a Hammer doktor táblázat alapján, itt van a hátamnál, ez mind megfejthető. Tehát, ha elmondja valaki nekem a szervi tüneteit, akkor tudom, hogy mit élt meg, és tudom, hogy hol van az agyban a lenyomata. Ha elmondja valaki, hogy mitől fél, meg tudom mondani, hogy mi lesz ennek a szervi válasza. Tehát ez egy fantasztikus rendszer. És egy nagyon lényeges dolog ebben az egészben, hogy beszélnünk kell ezekről a fránya sinekről. Mik ezek a sinek? Azok a körülmények, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában. Miért rögzülnek? Mert a túlélést biztosítja az, hogy egy veszélyes helyzetben én rögzítem mindazt, amit látok, hallok, szagolok, ízlelek, emésztek, stb. Minden érzékszervem küldi az infót, hogy az életveszélyes helyzetben éppenséggel ő mit észlelt abban a pillanatban. A sineknek tehát a túlélésben van szerepük. Arra jó, hogy rámutassanak arra, hogy mi volt a konfliktus, vagyis mi volt a DHS, mert Dirk Hammer szindróma, Hammer doktor a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el, azokat az ismérveket, azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a lelki megleszkoltatás az agy közvetítésével elindítja a szervi választ, és ezt ő értelmes biológiai külön programnak nevezte. Miért értelmes? Mert mindig a túlélésünkről van szó, biológiai, mert a biológiai testünkben zajlik, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak mikor indul el ez az egész, és most tessenek kapaszkodni, csak akkor, ha benne maradok a konfliktusban. Mi következik ebből? A legfontosabb megoldás mindenkinek számára, hogy nem újjék el nap az ő haragjával, ugye ezt 2000 éve már tanították nekünk. Tessenek szívesek lenni, minden estét békével lezárni. Mit jelent az, hogy érzelmileg zárom le azt a konfliktust? Azt jelenti, hogy lehet jegyzetelni. Megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Az elfogadás azt jelenti, hogy feltételek és előítéletek nélkül elfogadom a dolgokat úgy, ahogy vannak. Elfogadom, hogy grafénoxid van a szervezetemben, nem indítok el egy külön programot, hogy ja Istenem, meghalok, mert akkor meghalok. Kész. Küldtem a parancsot, lélek, agy, szerv, ne felejtsük el. Hanem tudom, hogy mivel tudom a szervezetemet megszabadítani ettől az anyagtól, és tudom azt, hogy a következőkben mit teszek, vagy mit nem teszek. Minden, amit elkövettünk az életünkben, arra jó, akár jó volt, akár rossz volt, ezt mindig utólag derül ki, arra volt, hogy tanuljunk belőle. Nézzük meg az újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség című előadást. Nem akarok erre részletesebben kitérni, ez a 222. ingyenes előadás volt, ez mert több mint 4 éve tartanak a webkonferenciák minden kedden, és ez január 5-én az évnyitó, a 2021-es évnyitó előadás volt. Remélem mindenkinek az eddig elmondottakkal kapcsolatosan különös kérdése nincs, akinek van valamilyen kérdése, azt megkérem, hogy az előadás után írja be a csetmezőbe. Addig ne írjunk kérdéseket, mert zavaróak. Ugye utaltam az előbb arra, hogy csak anyuka fogja tudni leírni, hogy mi van benne. Miért? Mert mindenki számára az egyetlen saját megélés. Soha nem az számít, hogy mi történt, hanem az, hogy én erre hogyan reagáltam. Ne is reagáltam. Na és itt jön az a régi-régi fel nem oldott konfliktus, vagy túlélő minta, amit lemásoltam még gyerekkoromban.
Nem azért vagyok cukorbeteg, mert örököltem anyámtól vagy apámtól, hanem azért, mert másolom az ő viselkedését, és ugyanúgy ellenszegülök, mint ő. Nem azért vagyok szomorú és önleértékelt, és mindenki magam elé engedő viselkedéssel, mert így születtem, vagy örököltem, hanem azért, mert ezt a viselkedési mintát tapasztaltam meg gyerekként a családban. És itt jön az, hogy amikor végre leépítem a biológiai azonosultságaimat, a szerepeimet, akkor fogok tudni elindítani egy valós gyógyulást. Tehát még valaki még mindig függőnek érzi magát az anyjától vagy az apjától, bár már kint van a temetőben, remélem kint voltunk ma, és gyertyát vittünk a halottak napján a sírokra, és akkor még mindig ott van benne az a fel nem oldott félelem, kötöttség, ami a szülőhöz köti. Hát addig kérem szépen nem lesz változás. A változáshoz az kellene, hogy megjelenjünk a pillanatban. Kérem szépen, a tegnapi nap is csak egy illúzió, sőt, a mai napnak a 9 órája is csak egy illúzió, mert aki itt volt, hallotta az elejét, aki nem volt, nem hallotta. Tehát az a vonat már elment. A biológián mindig a pillanatra reagál, megteszi azt, amit a túlélésért tennie kell, és ez mindig egy értelmes biológiai különprogram. Tehát az, hogy ki milyen félelmeket indít el, hogy hogyan reagál egy adott félelemre, pontosabban fogalmazva, hogy milyen biológiai programokat indít el egy bizonyos helyzetbe, az valamilyen szinten már determinált, már meghatározott, mert van egy régi, fel nem oldott dolga, vagy egy viselkedési mintája, amit gyerekkorában kipróbált, túlélt, és utána ugyanerre a mintára, ugyanerre a sablóra fogja a többi konfliktusait is megoldani. Nos, ha nem zárjuk le békével a napjainkat, akkor folytatnom kell az előadást, mert ha lezárnánk, akkor innentől mehetnénk szépen aludni, erre a táblázatra nincs szükségünk, mert lezárjuk békével a napjainkat érzelmileg, és nem tudok elindítani egy értelmes biológiai külön programot, egyszerűen fogalmazva egy túlélő programot. A DHS pillanata, ugye, tehát az, amikor történt valami, és az nem úgy történt, ahogy én azt el tudtam volna képzelni, hogy az megtörténhet valaha is. Rendben van. Kaptam egy lesújtó hírt, vagy éppenséggel valami olyasmit, amitől halálfélelmem lesz, menjünk le az alapokig, mindennek az alapja a haláltól, és faj kipusztulásától való félelem. Kérdés az, hogy meddig ülök a konfliktusba? 3 éjjel, 3 nap? Vagy 3 évet, vagy 30 évet? De nem lehet a biológiával ilyeneket játszani, mert az arra van kitalálva, hogy a pillanatban megoldja az adott helyzetet. És mit mondtam? A múltban élünk, viszont az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, és ezért fogunk majd krónikus betegségeket csinálni. De maradjunk most az egyszerű képletnél, a Hammeri iránytűnél, és amikor becsapódik a haláltól való félelem, akkor mi történik? Az, aki fél a haláltól, kérdezem én, az nyugodt ember marad, az nyugodtan alszik, annak kérem, az étvágya megtartott? Nem. Nincs étvágya, nem eszik, lefogy. A halálfélelemtől teljesen megváltozik az arc kifejezése. Látszik az embereken, hogy ahogy Müller Péter fogalmazott, 40 éves korod után felelős vagy az arcodért. Mert arról le lehet olvasni, hogy mi minden van mögötte. Szóval az arckifejezésben benne lesz a rettegés, és elég ehhez, kérem szépen, az onkológián egy diagnózist kapni, amivel elindítanak bennem egy halálfélelmet, és
Az ilyen ember nem tud nyugodtan aludni, felmegy a vérnyomása, ketyeg a szíve, hideg a keze, hideg a lába, ezért használta Hahner doktor a konfliktus aktív fázisnak a jelölésére a kék színt. Amíg nem történt semmi, addig nappal a szimpatikus, éjjel a paraszimpatikus idegrendszer hatása alatt vagyunk, tehát ezek a belső szerveinket összehangoló, működtető, autonóm idegrendszernek a pontjai, nem megyek részletekbe, a lényeges az, hogy a konfliktus aktív fázist egyszerűen úgy fordítjuk le, hogy stresszes az életem. Amikor megoldódik a konfliktusom, mert végre, mit tudom én, hát az életveszélyes állapotból kikerültem, akkor jön a megoldást követő fázis, MK-val jelölve, és ennek, amint látjuk, három része van. Van az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Ezeket csak azért érdemes megjegyezni, hogyha úgymond beteg vagyok, akkor tudjam, hogy hol tartok. Mert igen, amikor beteg vagyok, akkor pontosan az exudatív fázisban vagyok. Itt van az a helyzet, kicsit letisztázom, tehát itt van az a helyzet az exudatív fázisban, amikor betegség tudatom lesz, mert gyulladás lép föl a szervezetembe. És ha gyulladás lép föl, akkor az ugye fájdalommal jár, duzzanattal, melegséggel, lázzal, bőrpírral, ha felszínen van, és nem működik úgy a szervem, mint ahogy kéne. A rubor, tumor, calor, dolor funkció léza, ahogy ezt már az alaphallgatók mind tudják. Nos, az exudatív fázisban szaladok orvoshoz, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg, és kapok tőle gyógyszert, hogy meg ne gyógyuljak. A legtöbb esetben. Az alapvető probléma pont abban van, hogy az orvosokat arra tanították, hogy a gyógyulási fázis az maga a betegség. Tehát amikor betegségről beszélünk, akkor az esetek 95%-ában már itt vagyunk az exudatív fázisban. Attól, hogy valaki köhög, hogy lázas, hogy hidegrázása van, hogy mit tudom én, elkapta a cifra, az nem azt jelenti, hogy most rögtön meg fog halni. Az azt jelenti, hogy gyógyulási fázisban van. Ilyenkor már meleg a keze, meleg a lába, tehát meleg tünetek jelentkeznek. Ha megnyugszom, hogy éppen gyógyulok, akkor tovább tud menni a folyamat, és eljutok ide az epileptoid krízisbe. Az epileptoid krízis, ez tényleg egy krízises helyzet, mert ebben az esetben itt már a tüdőről lévén szó, itt köhögök, köpködök, véreset köpködök, és igencsak fellép egy hörgő görcs, ami azt jelenti, hogy nehezen fogok levegőt kapni, de az epileptoid krízis után annak a lényege, hogy megszűnik a fejfájás, és elkezdek több folyadékot üríteni, mint amennyi folyadékot megittam. És ez azt jelenti, amikor többet pisilek, mint amennyit ittam, hogy túl vagyok a nehezén, és most már tényleg csak annyi dolgom lenne, hogy kivárjam a gyógyulásom végét. De jön megint egy meleg fázis, a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy olyan kifacsart vagyok, mint a mosogató rongy. Gyenge vagyok. Csak enni és aludni tudok. Vannak emberek, akik megvannak, attól ijednek meg, hogy ők egész nap alszanak. Könyörgök, ha a biológiának alvásra van szüksége, akkor aludjunk. Akkor ne indítsak már el újabb félelmeket azzal, hogy mi van. Hát fogadjam el, hogy most aludnom kell, akkor aludjak. Mi a probléma azzal, hogy alszom? Fel kellek pisilni, enni, és visszafekszem. Egyszer egy 2000-ben úgy kivoltam fáradva, hogy egy héten keresztül aludtam. Felkeltem, reggeliztem, visszafeküdtem, aludtam délig. Délben felkeltem, ebédeltem, visszafeküdtem, aludtam estig, és ezt egy héten keresztül csináltam. Olyan mértékben túlhajszoltam magam. Na most, ha valakinek gyógyulási fázisa van, és megnőtt az alvás igénye, az legyen szíves aludni. De akkor ne akarjon menni dolgozni.
És a hegesedési fázis végére minden rendben jön, és minden folytatódik úgy, ahogy eddig volt. Azt mondtam, hogy lélek, agy, szerv szinten zajlik minden. Az agyi szinten, a konfliktus aktív fázisban, itt látjuk, ide írom, hogy KA, igen, a konfliktus aktív fázisban látjuk ezt a körkörös alakokat, mint egy céltáblának látnánk itt az agyban. Ezek energiagyűrűk, amelyek a hatalmas energiabecsapódás következtében alakulnak ki. Mert hogy miért alakul ez így ki? Erről már beszéltem egy előadásban, a Miért nem találom a konfliktusomat című előadásban, mert amikor túl erős az inger, csak emlékeztetőül mondom azoknak, akik ott voltak, akkor az akciós potenciálnak nem az amplitudója, hanem a frekvenciája fog emelkedni, és ez a magas frekvencia fogja létrehozni ezt az elváltozást az agyban, amit úgy hívunk, hogy körkörös gyűrű. Ez már a hammeri gócot mutatja, a becsapódás helyét, mégpedig is tudjuk, hogy ez konfliktus aktív fázisban van. Amikor bejön az exudatív fázis, akkor a folyadék nem csak az exudátum, nem csak a szervi szinten jelenik meg, és lesz belőle duzzanat, hanem agyi szinten is megjelenik. Itt látunk két helyet, itt van az egyik, és itt van a másik. Két olyan gócot látunk, amiben a folyadék beáramlás megtörtént, mert megoldást követő fázisban készült a koponya CT, és a, valójában a kép itt készült az epileptoid krízis második felében, mert megindult a folyadéknak a kipréselése. Ha jobban megnézzük, ha valaki rendes nagyképernyőn nézi, és nem telefonon nézi az előadást, akkor az látja, hogy a sötét szürke középpont körül már egy világosabb zóna található. Ennyire egyszerű ez az egész, és hát ugye mondanom sem kell, hogy ezek nem agydaganatok, amik itt be vannak jelölve, hanem ezek hammeri gócok, mégpedig a megoldás követő fázisban, az exudatív fázisnak a második felében. És mivel kipréseljük a vizet az agyból, ezért fog csökkenni a fejfájás. És ezért fog több vizelet távozni, mint amennyi folyadékot megittunk. Remélem, hogy laikus fejjel csak annyit kell ebből az egészből megjegyezni, hogy akkor, amikor feszült vagyok, ideges vagyok, nem tudok megbocsátani, nem tudom elengedni azt, ami történt, még mindig rágódom rajta, addig vagyok igazán beteg. Amikor megoldottam a konfliktusomat, mondjuk a rágódásomat, akkor mi történik? Akkor a gyomorban megjelenik a gyulladás, epileptoid krízisben a görcs, hogy enni se tudok, és fájdalmam van, és utána megint jön a hegesedési fázisban a melegség, vagyis lesz lázam, hidegrázásom, 38-39 fokos láz, éjszakai izzadással, úgyhogy folyadékot azt inni kell, pizsomát cserélni éjszakáként háromszor, és behűtöm a pezsgőt, mert hála Istennek éppen gyógyulok. Értsük meg, hogy a hozzáállásom a saját biológiai programomhoz tökéletesen befolyásolja, hogy mikor lesz vége, meg milyen lesz a kimenetele. Tehát azért jó tudni, hogy amikor tünetek jelennek, azok az esetek 95%-ában a gyógyulásnak a jelei. A fájdalomról is van webkonferencia, hogy mikor jelenik meg a fájdalom konfliktus aktív, és mikor jelenik meg a fájdalom megoldás követő fázisban. Tessenek megnézni, mindent nem tudok egyetlen előadásban elmondani. Nos, a harmadik természettörvény az, amelyben Hammer doktor megfejti, hogy mi is történik a konfliktus aktív és megoldás követő fázisban, de úgy jut el, hogy visszalapoz az embriológiába, vagyis az egyetfejlődésbe. Vagyis azt a történetet vizsgálja újra, amiből mindannyian vizsgáztunk, akik medicinát végeztünk, az anatómia keretén belül embriológiából, az a 9 hónap, amit az anyamében eltöltünk. Ugye, mint mondtam, a lélek az, aki az anyai és apai ivarsejtből fölépíti magának a biológiai testét,
Mert ha ez nem így lenne, akkor a Káli intézetben minden mesterséges megtermékenyítésből gyerek lenne. De ha nincs ott a lélek, akkor abból nem lesz gyerek. Tehát azért ülnek a képernyő előtt és hallgatják az egészet, mert az isteni lényük, a lelkük eldöntötte, hogy visszajön erre a bolygóra, hogy miért az egy másik téma, azt majd szerdán Réka elmondja. Tehát visszajöttünk erre a bolygóra, és apu és anyu Lego játékából kiraktuk az egyedi sejt, az egyedi testünket. Még az egypetélyű ikrek sem egyformák. Nagyon hasonlítanak, de nem egyformák. Nos, miből vagyunk tehát felépítve? Sejtekből vagyunk felépítve, és ezek a sejtek működnek. Tehát mit tudok csinálni a túlélés érdekében? Vagy felszaporítom a sejteket, vagy sorvasztom a sejteket, vagy működést változtatok. És ezzel elmondtam a biológia működésének a lényegét, a medicina megértésének a kulcsát. Kérem szépen, semmi más nem történik a szervezetünkben. Vagy tumort, daganatot, szövetet szaporítok, vagy sorvasztok, és akkor fekélyesítek, vékonyítok, vagy működést változtatok. És az, hogy ez miként történik, az pontosan a csíralemez eredetből fejthető meg. Most ebben nem megyek bele, a lényeg az, hogy azt lássuk, hogy ha sejteket szaporítottam a konfliktus aktív fázisba, akkor a megoldás követő fázisba ezeket le fogom bontani. Ha a sejteket bontottam a konfliktus aktív fázisba, itt meg itt, akkor a megoldás követő fázisba ezeket vissza fogom építeni. Ha pedig működést blokkoltam a konfliktus aktív fázisba, akkor a működést vissza fogom állítani a megoldás követő fázisba. Ez a világ legegyszerűbb egyenletrendszere. Hammer doktort idézem, azt írja, hogy 1987-ben az embriológia és magatartás kutatás alapján sikerült megtalálnom a harmadik és negyedik biológiai természettörvényt. Itt látjuk a három csíralemezt, sárga, narancs és piros színekkel jelölve. A táblázatban is ezek a színek jelölik, hogy hol találjuk meg a programokat. Ezekből a sejtekből bizonyos szervek, bizonyos szövetek alakultak ki, és amint látjuk, ezek a nyilak egyirányúak, visszafele nem mutat. Tehát amikor kialakult egy sejt, mondjuk egy endodermális sejt, az kérem szépen egy életen keresztül az agytörzsnek az irányítása alatt lesz. Senki se gondolja azt, hogy a prostata gondol egy nagyot és merészet, és átalakul csontsejté, és áttétet csinál a derekamba. Ez biológiai képtelenség. Ilyen nem létezik. A csontjaimnak a vezére az a fehér állomány, ő fogja irányítani a csontjaimat. A külső bőrömet pedig az agykéreg fogja irányítani. Tehát itt kérem szépen, hála Istennek rend és hierarchia van a szervezetünkben, és nem demokrácia. A demokrácia lenne a biológiában, már kipusztult volna az élet a Földön. Szóval ebben részletesebben nem megyek bele, a lényeg az, hogy lássuk, hogy nincsenek áttétek, ez biológiai képtelenség. Ez legalább olyan képtelenség, mint hogy elképzelem, hogy innen az ablak alól kimászik egy tégla, felmegy a tetőre, és cserépé alakul. Na, aki ezt el tudja képzelni, és el tudja hinni, hogy ez megtörténhet, az nyugodtan higgyen az áttétekben. Az áttéteknek az a lényege, hogy az ember ott veszíti el az utolsó reményét is abban, hogy meggyógyul, és ez lesz az a félelem, ami megöli. Ám mert doktor leírta, nem a rákba halnak bele az emberek, hanem a félelmeikbe és a biológia teljes kimerítettségébe. Amint említettem, mindannyian egy megtermékenyített petesejtből alakultunk ki. Itt látjuk a petesejtet, és a petesejt felszínén itt vannak az ondósejtek, ugye a szexuális aktus után, és mi lesz a következmény? Behatol egy ondósejt, megtermékenyül, erről filmet szoktam vetíteni, és ez az a szedercsíra állapot, amit aztán már
mikor bejut az anyamébe, létrejön belőle az az előbb mutatott három csíralemez. Nos, a negyedik természet törvényt ugye a harmadikkal szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor, és rádöbben arra, hogy azok a mikrobák, mikroorganizmusok, amiket Louis Pasteur kórokozóknak nevezett, azok valójában a mi barátaink, a mi segítőink, mert nekik van szerepük abban, hogy a sejt szaporít, a feleslegesen felépített sejteket lebontsák, illetve a hiányzó sejteket visszaalakítsák. Akit részletek érdekelnek Louis Pasteurről, Antoine Béchampról és egyebek, megnézi az ezzel kapcsolatos előadást, a lánykor és a negyedik természettörvény. Az ötödik természettörvény pedig az, amit kérem szépen egy másodikos diák is képes felismerni. Mert annyit mondtam neki, hogy Zente, néz ki az ablakon, látod a bogarakat, látod a madarakat? Igen. És miért küzdenek ők minden nap, nap mint nap, miért dolgoznak? Mit akarnak megoldani? Hát az, hogy életben maradjanak. Hát ha erre egy másodikos gyerek rájön, akkor remélem, hogy a felnőttek is rá tudnak jönni. És hogyha minden folyamat a szervezetünkben a túlélésről szól, akkor nincsenek rossz indulatú, ismeretlen és gyógyíthatatlan betegségek, csak gyógyíthatatlan betegek, és vannak rossz indulatú emberek. Ez nem kérdés, ez így van. Szóval a lényeg megértésének a törvénye, ha valaki legalább csak az ötödik természettörvényt el tudná fogadni, nem csak aggyal, hanem teljes hittel, meggyőződéssel, akkor soha nem tudna pánikba esni. Soha, de soha nem tudna pánikba esni. Tehát mindennek biológiai értelme van, és az értelem mindig a túlélés és a faj fenntartása. És ha minden ilyen szépen és tökéletesen történik, ugye akkor feltesszük a kérdést, hogy és miért alakulnak ki a krónikus betegségek? Azért, mert benne maradunk a konfliktusban. Itt látjuk azt az állapotot, függő konfliktus aktivitást, amikor nem vagyok hajlandó lezárni egy ügyet. Amikor kitartóan ragaszkodom a hülyeségeimhez. Amikor kitartóan nem tudok elviselni valamit, akkor kitartóan bontom a csípőízületem. És annyira, hogy már csont a csonton fog csúszkálni. De nem fáj, mert ez konfliktus aktív fázisban nem mer fájdalommal, majd amikor jön a megoldás, majd akkor élvezni fogjuk. A függőgyógyulás az a gyönyörűség, amivel legtökéletesebben tudom szétverni a szervezetemet. Ez, hogy úgy mondjam, az autoimmunnak nevezett betegségeknek az alapja. Úgy néz ki, mintha a szervezetem önmaga ellen fordult volna. Nem, kérem szépen, a biológia arra van kitalálva, hogy egy adott programra adjon egy választ, és vége. De nincs vége, amint látjuk, nincs vége, mert elakadt a gyógyulásom. Még mindig elakadt a gyógyulásom, mert még mindig sinem maradtam, mint József Attila. Mindig jön egy-egy, nincs érzelmileg feloldva a program, és ezért a megjelenő sínek ezek újra meg újra elakasztják a gyógyulási folyamatot, tehát benne ragadok a gyógyulási folyamatba. És ezért van a krónikus fájdalmam, ezért van az, hogy valakinek már nem tudom hány évtizede fájnak az ízületei. Hát mert akit érdekel, ugye van a testünk önleértékelési térképéről is ingyenes előadás, meg lehet nézni, hogy hogyan tudom én tönkretenni a testemnek bizonyos részeit, tehát függőgyógyulás. És van a policiklikus lefolyás, amit úgy tudok meghatározni, hogy ez legalább nem unalmas, mert mindig eljutok a program végére, látjuk itt a vége, fuss el véle, de nem érzelmileg történt a megoldás, ezért újra meg újra elindítom, ha jön egy sín. Itt a sínek ritkábban jönnek, vagy... Lehet, hogy voltam tanfolyamon 2017-ben vagy 2019-ben, meggyógyultam akkor egy melldaganatból. De most, kedves Karesz, képzeld, van egy másik melldaganatom a másik mellemben. Akkor a kérdésem az, hogy és te, drága, mit tanultál azon a három napon? Mit vittél át a gyakorlatba? Semmit. Nem változtál. Még továbbra is aggódsz, még továbbra is ott van
az elválasztási konfliktus, mint túlélő program benned, vagy a viták és a veszekedések. Ezzel a három dologgal lehet, hölgyeim, meldaganatot csinálni. Hát ha nem vagyunk hajlandók leszokni az aggódásról, a veszekedésekről és az elválasztási konfliktusról, akkor lesz újra, meg újra, meg újra egy-egy daganatunk. És nem azért, mert nem sikerült a kemóval minden rákos sejtet elkapni, hanem azért, mert én egy fikarsznyit se változtam. Tehát azért beszélünk arról, hogy csak azért is egészség, hogy vegyük észre, hogy a megbetegedéseink nem csupán kizárólag a fizikai tényezőknek a sokaságán múlik, hanem nagy részt azon múlik, hogy én hogyan állok hozzá önmagamhoz és a világhoz. És aztán a kettő együtt tökéletes egyirányú utca temető felé. Amikor tudatlanul mérgezem magam, vagy hagyom, hogy mérgezzenek, és tudatlanul benne ragadok valamiben, amit nem vagyok hajlandó elengedni. Miért? Mert azonosultam a biológiai testemmel, és a legnagyobb problémám a túlélés. Túlélés. Itt van ő felsége, ott ül a sarokban az orvosi táskáján, ő a dr. Budai László Károly, tetszenek látni, nyugodt, kapott enni, kapott inni, van levegő, van víz, van táplálék, fény és hang. Ennyi kell a túléléshez. Az összes többit az agyunk találja ki. Lezárja békével a napjait, és köszöni szépen, jól van. Ezt szeretném megtanítani annak, akit ezt érdekel. Hammer doktor téziseit 98-ban elismerték. És a Nagyszombati Egyetemen, és nem csoda, hogy a Nagyszombati Egyetemen, mert ha valaki jobban megnézi ezt a pecsétet, akkor meglátja benne valakinek a fejét. Szóval a Nagyszombati Egyetemen elismerték, hogy minden úgy van, amit Hammer doktor elmondott, mégsem ez ment át az orvosi gondolkodásba. Vajon miért? Ugye jó kérdés. Azért kérem szépen, mert a mai orvoslást nem a tudomány vezérli, hanem a gyógyszeripar. És aki finanszíroz, az diktál. A mögöttem is látható tudományos táblázat visszahozza azokat a színeket, a sárgát, a narancsot és a pirosat, amelyekkel Hammer doktor már a csíralemezeket is megjelölte. Tehát minden, ami a sárga oszlopban van, az azt jelenti, hogy az endodermából, a belső csíralemezből származó sejtjeink programjait tartalmazza, és ezeket összefoglalva falat konfliktusoknak nevezzük, azért, mert ami a túléléshez kell, a biológia meg kell kapja, mint egy falatot. És ugye már az előbb elmondtam, hogy mi kell a túlélésünkhöz, levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi. Mi az, amivel legrövidebb ideig, aminek a hiányát legnehezebben viseljük el, vagy nagyon rövid idő alatt problémát okoz, ez nyilván adja a levegő. Tehát a halálfélelmi konfliktus mindig tüdőszövet szaporulatot fog létrehozni, és nem a dohányzás okozza a tüdőrákot, hanem a haláltól való félelem. És gondoskodnak arról, hogy a dohány termékekre olyan rémisztő képeket rakjanak, hogy az embernek valahol ott elinduljon a halálfélelme, és hát aki koporsó szegeket szív, az meg is fogja teremteni magának a halálfélelem miatt a tüdőszövet szaporulatot. A dohányzás az egy mérgezés, kérem szépen, az egy függőség, és dohányos ember attól, hogy dohányzik, még nem kap tüdőrákot, de ha beteszi a halálfélelmet, akkor tudja. A legfontosabb dolog, amit Hammer doktor úgy jelölt meg, hogy fontosabb tudni, mint az infarktusnak a kialakulását és megoldását, az kérem szépen a víz visszatartásáról szól. Ez az, ami megadja a kegyelemdöfést, hogy beessünk a gödörbe. Szólok, ma halottak napja van. Mi az a víz visszatartás? Azt jelenti, hogy begyűjtöm a vizet a melkasomba, ha melkasi szervi programjaim vannak,
vagy a hasamba, ha hasüregi programjaim vannak. De begyűjthetem a lábamba is, ha éppességgel békjó konfliktust élek meg. Szóval a víz visszatartása az azért történik meg, mert valamikor, nagyon régen, ugye, amikor a hal kikerült a szárazra, a hullám kidobta a partra, akkor az ő túlélését az biztosította, hogy lezárta a víz kijutását a szervezetéből, hogy ki ne száradjon, és amikor a következő hullám bevitte vissza a tengerbe, akkor magához tért, és túlélte a helyzetet. Ahhoz, hogy ezt túlélje, ehhez zavarodottnak kellett lennie, ne vergődjön, ne mászkáljon, maradjon veszteg, és várjon meg, míg a hullám visszaviszi. Tehát ebből adódik a magányban élő embereknek a zavart tudatállapota, és a víznek a visszatartása. Az elhízás mögött is a magányosság van, a meg nem értettség, a kirekesztettség, az egzisztenciális konfliktusok. És kinek nincs manapság egzisztenciális konfliktusa? Hisz arról szól a világ, hogy csináljunk minél több egzisztenciális konfliktust. Eladósítanak, félteni kell a munkahelyünket, stb. És akkor be fogom gyűjteni a vizet a szervezetembe, oda, ahol éppenséggel mondjuk egy bosszankodással kapcsolatos dolog megoldódott. És akkor kinyírtam magam. Öngól. Tehát ajánlom mindenkinek, akinek vízgyüleme van, vagy túlsúlya, az foglalkozzon egy kicsit az ödémákról, vagy a vese működéséről szóló webkonferencia anyagokkal. Narancssárga oszlopban a kisagyva és az agybelő által vezérelt programok vannak. Felül van a kisagy által irányított program. Itt a támadási konfliktusokat, a bemocskoltságot és az aggódást fogjuk megoldani. Ezek az érzések mind a kisagyba fognak becsapódni. Amellett tudjuk, hogy a kisagy a finom mozgások összehangolásában fantasztikus szerepet játszik, aki tanult anatómiát, az tudja a spinocerebelláris pályákat, meg egyebeket. Az egy másik része, egy másik feladata a kisagynak, de itt azok a félelmek, amelyek arról szólnak, hogy megvernek engem, ha befordulok az utcasarkon, mit dumálnak rólam a háttérben, hülyére aggódom magam, mert nem tudom, mi van a gyerekemmel, vagy állandóan veszekedünk, vitázunk, ez a fészek-vita konfliktus. Ezek a dolgok azok, amelyek a kisagy közvetítésével szervi választ fognak elindítani, és akkor beszélünk majd melanomáról, meldaganatról, különböző írhaprogramról. Van egy ilyen előadás, hogy vélt vagy valós támadások, tessenek megnézni. Az agyvelő által irányított programokat pedig a narancssárga oszlop második szakaszában fogjuk találni. Itten kicsit körbe lett a vonal, de nem probléma. Tehát az önleértékelésről szóló programjaink, azok az agyvelőbe fognak csapódni, és sejtett pontok, fájdalom nélkül, mint már említettem a csípőizületnél, majd visszaépítem fájdalommal. Ezt az egyenletet, ha megjegyezzük, akkor talán hajlandókat leszünk leállítani. Önleértékelés, az egyenlő önpusztítás. És nagyon sunyi dologról van szó, mert nem fáj az elején. Akkor fáj, amikor gyógyulok. A piros mezőben az agykéreg által vezérelt programok vannak. Itt felül, a felső részben vannak itt fölfelé, ebben a részben, azok a programok, amelyek a sejtre hatnak, alatta pedig azok a programok, amelyek a működést gátolják, majd a működést helyreállítják. Tehát vannak az elválasztási konfliktusok, a birtokzónás konfliktusok, a birtokzónán kívüli konfliktusok és a működés változások. Ennyit tudtam bele foglalni a Hameri táblázat megértésébe, de ne feledjük, hogy a Hameri táblázatban az egyszerű program lefutást fogjuk megtalálni. Itt van a Hameri iránytű, ugye, amiben a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisokat írja le Hammer doktor, távirati stílusban röviden, de ad egy olyan gondolkodást számunkra,
ami ahhoz szükséges, hogy megfejtsük a többit. Na most a 2021 májusában Hammer doktor születésnapján mutattam be a harmadik könyvemet, aminek a címe Útmutató az egészséghez. Ebben benne van az öt természettörvény, röviden, és ami lényeges, hogy a krónikus, vagyis elakadt lefolyásokat is taglalom. Nem csak az egyszeri lefutást, hanem azt, hogy ha nincs megoldva, ha függőgyógyulásban van, ha policiklikusan fut le, és ezeket érdekes módon mind más-más elnevezése van a medicinában, és rá fogunk jönni, hogy gyakorlatilag egy konfliktust kell megoldani ahhoz, hogy ezek a különböző lefolyások megoldódjanak. Aztán elemzük a konfliktus típusokat, esetismertetések vannak. Néhány érdekesség a medicinából, ilyen, hogy Sjögren-szindróma vagy egyebek, és túl a konfliktusokon azért nem ártana, ha tudnánk azt, hogy hogyan kéne konfliktusok nélkül élni. A tisztázandó kérdések tehát, hogy mitől vagyok beteg, és hogyan tudnék meggyógyulni. Ezt tárgyaljuk meg, ez már a tanfolyami anyag bemutatása. Miért vagyok beteg? Mert benne maradtam egy negatív érzelmi megrázkódtatásba, tehát mi a megoldás? Megkeresem benne a tanítást, és megköszönöm. Miért vagyok beteg? Mert az a felfogásom, hogy jobb félni, mint megijedni, és mikor átírom ezt, hogy jobb bízni, mint félni, akkor nem a félelem, hanem az öröm fogja az életemet vezérelni, tehát nem fogok megbetegedni. Mert önsorsrontó gondolataim vannak. Ugye itt jönnek a C pont, amiről beszéltem, hogy nem vagyok hajlandó változtatni a gondolkodásomon, de a tanfolyamon tisztázzuk, hogy kik vagyunk mi valójában, és ezután csupán csak eljátszom a szerepeit. Ez egy nagyon fontos dolog. Az a problémánk, hogy azonosulok a szerepekkel. Amikor már csak eljátszom a szerepeimet, akkor onnantól kezdve nem fog tudni megbetegíteni, és megtanulok kilépni a pokoli szerepekből. És mi a problémám? Mert félek változni, változtatni. Mert áldozat szerepet játszok. A szüntelenül szenvedő szegény én, aki várja a megmentőt, hogy majd ő meggyógyítja. Rossz hírem van. A megmentő, az kérem szépen már itt volt, már 2000 évvel ezelőtt megmentette a világot, lekéstünk róla mindannyian, akik megmentéssel akarunk foglalkozni, és az a feladat, hogy a kezünkbe vegyük az életünk és az egészségünk irányítását. Hogy hogyan? Erről szólnak a tanfolyamok. Aki volt, az már legalább valamire emlékszik. A gyógyulás első három feltétele, kérem, légy őszinte önmagadhoz. Itt kezdődik az első bukta. Az az ember, aki felteszi a 32 fogas szélesvászú mosolyt, és mindenre azt a választ adja, amit elvárnak tőle, az ne csodálkozom azon, ha autoimmun betegsége van. Tehát az őszintesség nélkül nem fogja megtalálni magát a konfliktus sem. Ha megvan a konfliktus, akkor bocsássunk meg önmagunknak is, meg a másik embernek is, mert eddig nem tudtuk, nem ismertük azt, amiről eddig beszéltem, de most már remélem, hogy tisztában vagyunk vele, hogy nem a másik ember betegített meg engem, hanem az, ahogyan én erre reagáltam. Úgyhogy tessenek megjegyezni, hogy a főnök, az anyós, a szomszéd, a polgármester, vagy bárki, akivel a legtöbb konfliktust megéltem, az az én nagy-nagy professzorom. Érte arra mutat rá, hogy hol nem tudom én még elfogadni a világot és önmagamat olyannak, amilyen. Tehát nem ő a hibás, hanem én, mert nem voltam hajlandó változni, vagy meglátni benne valamit. Akkor, hogyha megbeszéltük a tisztázandó kérdéseket és a gyógyulás első három feltételeit, akkor mi is a megoldás? Kérem szépen, le lehet írni a tüneteket három oldalban. De van, aki huncut és csinál egy levelet és csatolmányba beteszi, mert 900 karakterben nem fér be.
Semmi probléma. Leírhatja az egész élete történetét, de az első lépés mindig a konfliktusnak a tisztázása. Ebben segít a germán gyógytudomány. Nincs olyan, hogy valaki megbetegedett, és nem tudja, hogy mi az oka. Unalmában ő felsége nem betegszik meg. Unalmában biztos nem. Lehet, hogy csak sinen maradt, és 10 év múlva került újra sinre, és onnantól kezdve indított el újra a programot. Ez tisztázandó kérdés, nyilvánvaló, de ameddig nem vagyunk őszinték önmagunkhoz, addig a konfliktus tisztázása problematikus lesz. Második dolog. Érzelmi feloldás, ugye ezt már elmondtam, hogy hogyan oldjuk föl érzelmileg a dolgokat, mert a sinek csak akkor tűnnek el, ha érzelmileg van lezárva. Ha megkerestem minden este a kakiban az aranyat, nézzük meg az újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség című előadást. Tehát a sinek csak akkor fognak eltűnni, ha érzelmileg zártam le a programot. A gyerekeknél azt kell mindenképpen biztosítani, hogy tudja, hogy ez soha többé nem fog előfordulni vele, ami akkor előfordult. Legyen szó akármilyen durva történetről. Felnőttre mire vonatkozik, hogy bocsássak meg önmagamnak és a másik félnek, mert megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Harmadik pont, hogy ezekből remélem annyit megtanultunk, hogy most már odafigyelek, és tudatosan döntök abban, hogy a kezembe veszem az életem irányítását, hogy nem dőlök be azoknak a híreknek, amik minden csapon érkeznek, és minden órában ugyanazt elmondják, hanem lehetséges, és tessenek ide figyelni, lehetséges biológiai konfliktusok nélkül élni. Egyszer az utcáról bepottyant hozzám valaki, valami különleges betegséggel, és mikor azt mondtam neki, hogy lehetséges konfliktusok nélkül élni, akkor kinevetett, és mondtam neki, akkor itt befejeztük a konzultációt, nem tartozik semmivel, menjen haza. Én nem azért vagyok, hogy meggyőzzek valakit arról is, hogy mindenképp gyógyuljon meg, ez szó sincs róla. Azért vagyok, hogy rámutassak arra, hogy merre van a kijárat a pokolból. Mert ameddig félelemben élünk, addig a pokoli szerepeinket játszok. De ha békével lezárom a napjaimat, és hálát tudok adni minden este mindenért. Minden este mindenért. Na kérem szépen, akkor nem fog előfordulni az, hogy krónikus betegek legyünk. Ez egy kép arról az előadásról, amin az első könyvemben bemutattam. Számomra ez az előadás sorsfordító volt. Ez az előadás 2019-ben volt Hammer doktor születésnapján, és ott mutattam be az első könyvem, hogy hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni. Ez alapvető dolgokat foglal össze, egy vékony könyvecske, és van benne 26 esetismertetés. Benne van a My Studenten Mayhemről-nek a kifejtése, a miért akad el a gyógyulásunk kifejtése, és ez egy olyan, olyan impulzust adott nekem a további munkámba, hogy egy évre rá, 2020-ban, szintén Hammer doktor születésnapján, a pszichózisokat és viselkedésváltozásokat foglaltam össze, mert ezt így még sehol nem találtuk meg. Ez már mondhatom, hogy szakkönyv egy olyan embernek, aki ezzel foglalkozik, de remélem sikerült úgy megírni, hogy laikus ember is megértse, főleg ha tisztában van az alapokkal. Mindhárom könyvben egyetlen egy esetismertetés ismétlődik, a Lajos bácsi története, és aki nemes egyszerűséggel, magyarul mondom, kiszarta a vastagbél daganatát, mert megbocsátott. Ennyi volt az egész történetnek a lényege, hogy végre megbocsátott. És elmúltak a panaszai, és megszületett a daganat, kijött, és minden rendben volt.
A pszichózisok és viselkedés változások összefoglalásánál Hammer doktornak az aranykönyvét fordítottam le, hogy olyan dolgokat tudjak leírni, amit még előadásokon, más előadók előadásán sem hallottam. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, megoldáshoz, megelőzéshez, akiket érdekelnek ezek a könyvek a weblapról meg tudják rendelni. A betegségeink, a úgynevezett betegségeink mitől fognak függni? Hogy hány fel nem oldott érzelmi konfliktuson van, hogy éppen a konfliktus aktív vagy a megoldás követő fázisban vagyok, és hogy éppenséggel a sinek hogyan dolgoznak. De ne felejtjük, hogy ha gyűjtjük ezeket a konfliktusokat, akkor ez meg fogja határozni a személyiségünket és a viselkedésünket. Tehát a viselkedés változás megoldása, megfejtése pontosan arról szól, hogy tudjuk, hogy milyen viselkedés változás mögött, milyen feloldatlan félelmek vannak, és ezek megoldásával megoldhatók ezek az eddig ismeretlen, gyógyíthatatlan dolgok is. Ne feledjük el, hogy tudományról beszélek, mert a tudomány az, ami reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ez nem mondható el a mai medicináról. Azért van tele feltételes móddal, azért használja a statisztikát, hogy tudományosnak tűnjön mindaz, amit állít. De kérem szépen, az nem vigasztal engem, hogy az esetek 20%-a életben marad, 80%-a meg nem. De mit kell itten akkor megérteni? Miről szól akkor ez az egész? Én nem statisztikai adat vagyok, én egyedi, megismételhetetlen csodája vagyok a teremtésnek. És nem egy statisztikai adat. És az én életemről én döntök. Hogy a testembe mi jut be, azt én döntöm el. Azt nem külső tényezők és hatóságok fogják eldönteni. Egyszer értsük meg, hogy olyan feltételrendszereket próbálnak ránk erőszakolni, amelyek teljes mértékben ellentmondanak mindazoknak a dolgoknak, amelyeket írásba foglaltak még annak idején. Nem akarom megnevezni a dokumentumot magát, de remélem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Szóval, akit érdekel, hogy milyen előadások hol láthatók, hol kaphatók meg, itt van a weblapnak az elérhetősége, hát aki bejött a webkonferenciára, az tudja, de nem arra van a weblap, hogy azonnal írjak egy levelet, hanem arra van, hogy szétnézek rajta, és megnézem a panaszaimmal kapcsolatos előadást, mielőtt még hozzá fogok levelet írni. Legalábbis ezt tartanám célszerűnek, mert addig nincs miről beszélni, még meg nem ismerjük azt az öt természettörvényt, amit az imént összefoglaltam. Köszönöm mindenkinek a figyelmet!